A mérkőzés előtt mindkét csapatnak 10 pontja volt, így igazi rangadót várt a szép számú közönség. A hazaiak Kis Tamás révén már a második percben megszerezték a vezetést, majd a 10. percben Majoros góljával megduplázták előnyüket Madalina György tanítványai. A 24. percben a nagyecseri Nyírit kiállította a játékvezető, az emberelőnyt pedig 5 perc múlva kisváltott a gólra. A 36. percben nyíregyházi találatával szépítettek a vendégek, majd a meccs hajrájáig nem esett több gól. A 80. és a 89. perc között azonban Nagy Dávid háromszor is bevette az ecseri kaput, így 6-1-es hazai sikerrel ért véget a találkozó. Mindenféleképpen meg akartuk ezt a mérkőzést nyerni, hogy egy kicsit elszakadjunk az ecsettől, mert szerintem az ecset nagyon-nagyon jó csapat. Nagyon sajnálom, hogy a mérkőzés így alakult, nem volt benne a 6-1, annál tényleg jobb csapat a Nagy Ecset. Szerintem a fegyelmezetlenségüknek köszönhetik, hogy ez a meccs nem lett igazi rangadó. Tehát így, hogy a kiállítás megvolt, ráadásul rengeteget foglalkoztak a játékvezetővel, aránylag voltak olyan helyzetek, amikor el is durult egy kicsit a mérkőzés, sok volt a földön fekvő játékos, és ezáltal nem alakult ki olyan játék, mint szerettük volna, de hát ha megkönnyítették a dolgunkat, akkor köszönjük szépen. A vendégek edzője Ádámszky Róbert szerint a rossz kezdés és a kiállítás meghatározta a meccs végkimenetelét. Én a két potyagóllal kezdeném, második perc, 10. perc, utána még ráadásul a fegyelmezetlenségből kapott kiállítás, az már eldöntött a mérkőzést. Utána, magyarán mondva, a tisztes becsületé hajtottunk, az úgy, hogy még 70 percig sikerült. Ennyi sajnos, erre nem tudok mit mondani, lehetne itt panaszkodni sok mindenre, én sose szoktam, most se fogok. A 9 perc alatt klasszikus mesterhármas szerző Nagy Dávid érthetően örült mindhárom góljának. Az első az mindenképpen tetszett, ugye, mert azt törte meg az én gólcsendemet, aztán úgy érzem, hogy azzal a csapat mindenképpen megnyugodott, és sikerült bebiztosítani a győzelmet. A második az nagyon tetszett, az egy ilyen pengés megoldás volt, kis belső leértekeltem, a harmadiknál pedig jó helyen voltam, jó időben, aztán így sikerült berúgnom. A forduló további eredményei a következők: Máté Szalka Tiszakanyár 3-1, Vásárosnamény Kisvárda 2-1-1, Nyír Gyulai Nagyhalász 2-2, Gyulaháza Baktalórendháza 0-2, Csenger Tarpa 2-0, Mándok Tiszavasvári 3-0 és Balkány Fehérgyarmat 2-0. A tabella élén a 13 pontos Ibrány áll, megelőzve a szintén 13 pontos Baktalórendházát és a 10 pontos Nagyecsedet. A sereghajtó Tiszavasvári a mezőnyben egyedüliként még nem szerzett pontot.